Na, hello, sziasztok! Üdvözöllek újra a csatornámon! Ebben a videóban, ugyebár november vége van, tehát elfogytakos videó jön. Ebben a videóban megmutatom nektek, hogy egy hónapban miket használtam el, és hogy azok beváltak-e, vagy sem. Viszont az tény és való, hogy ebben a hónapban van olyan, ami új kedvencem lett, amire tényleg nem számítottam, de sajnos van csalódás is. Úgyhogy, ha érdekel téged ez a videó, akkor mindenképpen tarts velem! Eléggé random fogom mutatni most nektek a dolgokat, mert én csak úgy bepakolom, mikor elfogynak a termékek, bepakolom ide ebbe a kis szatyorkámba, és hát így veszem elő. Szóval az első, ami elfogyott, az egy Dac WC tisztító gél, méghozzá ez a levendulás illatú. Na, hát akkor el is érkeztünk ahhoz, amit mondtam, hogy új kedvencem lett. Ez az új kedvencem, ez, vagyis hát mindenből, amit vásároltam és levendulás volt, az minden a kedvencem. És ebben a vicces az, hogy én amúgy nem szeretem a levendulának magát az illatát, és én csak próbának vettem meg, hogy megnézzük, hogy milyen, és hát a kedvencem lett, úgyhogy nagyon örülök neki, mert most már a citromos illatok és a levendulás illat is kedvenc lett. Viszont, hát természetesen attól még a klasszikus kedvenceim itt vannak, ez a kókuszos szilán, ami hónapnak a legelején fogyott el, igazából alig volt már benne, tehát rakhattam volna az előző elfogytokosba is, tök mindegy, viszont most itt van nekünk, természetesen a kókuszos, imádom az illatát, soha nem fogom megunni. Hát nem annyira jó, mint a kokkolinós kókuszos, de hát szilánnak ez tökéletes kókuszos illata. Én szeretem cserégetni az öblítőknek az illatát mosás közben, tehát ez a kokkolinó, ez a virágos, ennek olyan jó illata van, úristen, szóval ez a virágos illatú kokkolinó, már előző hónapban is használtam, csak ugye ő csak most fogyott el, és úristen, imádom. Ez a kis kokkolinó, tudjátok, ez a... Hogy szokták ezt mondani? Koncentrátumok, hát... kedvenceim. Iszonyat jó illatuk van a ruháknak, és tartósak, úgyhogy ilyen kis kokkolinókat mindenképpen veszek, pláne az a kókuszos volt a legjobb, de ennek is nagyon friss és virágos illata volt. Elhasználtam egy Ambipur orchideás illatú, ez a rózsaszín változatot használtam el. Egyszer már szerintem ez már volt videóban, és azt hiszem, őt próbáltam ki legelőször, talán nem biztos, és hát egyértelműen kedvencem, hiszen nem hiába vettem újra, hihetetlen jó illat van a lakásban, és hosszan tart, tehát tényleg elfedi a rossz szagokat, úgyhogy ez, amit ígér, az be is tartja. Természetesen, hogyha kókuszos, akkor van itt nekünk egy Dove dezodorunk is, ami hát szerintem, akik már tudják, de hogyha nem, akkor mondom, kedvencem. Szóval a lényeg, hogy ez egy nagyon profi dolog. Én az árát nagyon sajnálom már érte, hogy őszinte legyek, de mivel kedvencem, nem nagyon tudok lemondani róla, úgyhogy néha-néha megtalálható a polcomon. Maradjunk még mindig a Dove vonalnál, és a kókuszos vonalnál is, hiszen itt van nekem a Dove-tól egy ilyen kókusz illatú tusija. Ez már szerintem elég sokszor volt a csatornán. Kedvencem, imádom, ennél jobb talán nincs is. Kipróbáltam az Izanának az egyik tusiját, méghozzá ezt a hát bogyós, gyümölcsös illatát. Úristen, ez... szerelem, ezt ki kell próbálnotok, ezt nagyon ajánlom nektek, hogy ezt próbáljátok ki, mert ez valami isteni illatú tusfürdő, és nem drága, úgyhogy ez egy tökéletes termék. Amiket előbb mutattam, tusfürdők, azok hónap eleje és hónap közepe fele fogyott el, és közben használtunk a gyerekekkel ilyen baba tusfürdőt, ami ilyen makaron, édes mandula illatú. Mit mondjak róla, nem a kedvencem. Tehát ő nem jött be nekem, illatra semennyire. Úgyhogy nem ő lesz az én best favorit tusim, mint azt tudjuk a Davaz. Szóval a lényeg, hogy nem volt rossz, a gyerekek nagyon szerették, Dani imádta, viszont én nekem nagyon édes volt és nem tetszett.
Következő, az pedig a Glisztől van egy samponja. Ez a nagyon világos rózsaszín, ami elméletileg ilyen töredezett hajnak segít helyreállnia. Nem volt kedvencem, de nem is utáltam. Úgyhogy meg sokáig nem kellett utána hajat mosnom, 3 napot legalább kibírt, ami nekem az már rekord, úgyhogy tényleg őt amúgy megkedveltem, bár a Glisztől van egy másik, sokkal jobb változata, méghozzá nem is tudom, most már egy hirtelen, talán rózsás volt, ami nagyon bejött, viszont ez se volt rossz. A balzsamom is elfogyott, ami ez a fekete Garnier-es Botanic Therapy balzsam. Hát én általában a Garnier-t szoktam venni magamnak, és most kipróbáltam ezt a feketét. Nagyon tetszett, jó volt, tényleg nagyon szép, puha, sejmes lett tőle a hajam, meg könnyen fésülhető, úgyhogy őt tényleg nagyon szerettem. Nem vagyok az a nagyon testápolós, kézkrémes ember, viszont van nekem egy ilyen Douglas-es kézkrémem, amit igazából akciósan tudtam beszerezni, mert pont le volt árazva, és úgy voltam vele, hogy jó, elfér a táskámba, vagy itthon az íróasztalon, tök jó lesz néha-néha bekrémezni a kezemet, de mondom, én nem vagyok az a krémezős, mert nem szeretem. Viszont ez olyan illattal, és tényleg olyan puhává tette a kezemet, imádtam. Ilyet még mindenképpen vásárolnom kell magamnak, lehet, hogy más illattal, de ő elnyerte a tetszésemet. Elfogyott a hővédősprém, ez a keratinos hővédősprémet használtam el nem régen. A termékkel magával gondom úgy nem volt, mert igazából nem szárította ki a hajamat, meg semmi hasonló, tehát tette a dolgát, nagyon jó kis termék. Viszont ezzel a pumpás üveggel én nem tudom, mit kéne ezzel csináljak, mert én nem szoktam én eszeveszettül nyomokodni a sprés üvegeket, viszont ennek olyan hamar tönkrement a kis nyomója, hogy na mindegy, ettől egy kicsit le van pontozva, de magával a termékkel, ami benne van, azzal semmi gond. Na hát közben meg elkezdtek fúrni, faragni, remélem nem nagyon fog belehallatszani a kamerába, és közben még Emma is felkelt, úgyhogy nem baj, már csak 2 termék. Az első az ez a Dactol van, ez a, tudjátok, amit a WC-be bele kell nyomni, ez a zselékorong, de mivel innen nem nagyon tudjátok, hogy milyen, ezért elraktam a kis papírkáját, szóval ez a levendulás változatú zselékorong, és ugye hát ez a testvére annak, amit a legelején mutattam, és mint ahogy a testvérét is, ezt is imádtam, nagyon jó volt, a színe az nagyon tetszett amúgy, és nagyon jól mutatott a WC-be, értitek, hogy mondom. Szóval nagyon tetszett, és tényleg teszi a dolgát. Tehát nem csak a színe meg az illata jó, hanem amit csinál, az is működik. Úgyhogy őt lehet, hogy újra fogom vásárolni. Az utolsó termék az pedig a Denkmittől van, ez az ablak tisztítója. Direkt őt hagytam most igazából utoljára, hogy egy kicsit panaszkodjak, hogy nem értem, hogy ez valakinek beválik, mert nekem nem. Nagyon csíkos lett tőle minden, tehát mindent újra kellett takarítanom igazából, hogy ez nem működik, vagy én nem tudom. Én a végén már csak portörlésre használtam, úgyhogy mindegy, elfogyott, én többet nem fogom megvenni. Ha esetleg nektek bevált, vagy bármi, akkor írjátok meg kommentbe, de nekem nem jött be. Szóval ezeket használtam el most novemberben, lettek sajnos csalódások, de lettek kedvenceim is, és ugyanez volt a múltkor a citromos irányjal is, hogy csak kipróbáltam, és imádtam őket. Hát most ugyanez van ezzel a levendulás vonallal is, hogy tényleg egyik kedvenceim lettek, mert iszonyat jó termék, attól függetlenül, hogy annyira a levendula illatát nem szeretem, de mégis így ilyen WC-tisztítógél, meg hasonló formájában, ezek iszonyat jók. Úgyhogy kiürült újra a kis zacskó, gyűjthetem a decemberi dolgokat, szóval igazából már csak elköszönnöm kell. Szóval köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, hogyha tetszett a videó, akkor mindenképpen nyomj erre egy lájkot, ne felejts el feliratkozni, és hát majd legközelebb találkozunk. Sziasztok!